Kiválasztott rendőrök láthatták a láthatatlant. Idegen látogatók vagy különös természeti jelenség, egy bizonyított találkozás hamarosan a fókuszban. A vizsgálat eredménye akár mérföldkő is lehet az idegen civilizáció kutatásában. Három férfi, akik állítják, hogy láttak valamit, és ezt a hazugság vizsgálaton be is bizonyították most a fókuszban. Le kell szögezni, hogy a hazugság vizsgáló készülék, azaz a poligráf átverhető. Nem könnyű, de meg lehet csinálni. Az angolszász országokban ettől még perdöntő bizonyítéknak számíthat az eredménye. Tehát ha valaki átmegy rajta, a bíróság akár fel is mentheti. Nálunk egyelőre legfeljebb közvetett bizonyítékként használható, csak ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján se el nem ítélnek, se fel nem mentenek senkit. Félreértés ne essék, ezt nem hitetlenkedésből mondom, csak mihez tartás véget. A három férfi ugyanis a gép szerint teljesen őszinte volt, azaz szinte 100%, hogy láttak valamit. Ők UFO-nak mondják, és már is részletesen beszámolnak róla. A hideg kiráz bennünket, inkább megdöbben is. Nem, én nem féltem. Nem mondom azt, hogy egy gyönyörű szép élményem volt abban a pillanatban, mert ezt nehéz is elmondani, hogy az ember mit él akkor át. Megijedtem, mert egyszerűen nem tudtam, mire véljem ezt az egészet, hogy mi lehetett az, de azt már egyből láttam, hogy tehát semmiféle földi dologhoz nem lehetett hozzá, tehát hasonlítani. Ijesztő, mégis gyönyörű. Csodálatos és semmihez sem hasonlítható színek és forma. Ezek azok a kifejezések, amelyek szinte minden olyan ember vallomásában szerepelnek, akik már találkoztak valamilyen megmagyarázhatatlan jelenséggel. Bár ezek az emberek egyelőre többen vannak, tényleges, megcáfolhatatlan bizonyíték az UFO-k létezésére egyelőre nincs. Ezek a férfiak is túl vannak már a nagy találkozáson. Hosszú időbe telt, mire rászánták magukat, mégis úgy döntöttek, hogy részt vesznek egy poligráfiás, vagyis hazugságvizsgálaton. Sokan a környezetükben ugyanis kétkedve fogadták a megdöbbentő történeteiket, úgy gondolták, amit mesélnek, az csak a képzeletük szüleménye lehet. Most szeretnék bebizonyítani mindenkinek, aki nem hisz benne, hogy amit láttak, az a valóság volt. Ilyen vizsgálatra Magyarországon most először kerül sor. Elsőként Szabó István közlekedési járőrt hallgatják meg. Mivel ez a vizsgálat titkos, mi is csak az előkészületeket mutathatjuk meg. A férfi 1992 tavaszán kollégájával éppen járőrözött a Szántódi villasoron. Egyszer csak felbukkant a rendőrautó felett egy állítása szerint futballpálya nagyságú fekete objektum. Azt mondja, körülbelül 150-200 méteres magasságban lebeghetett, és 8-10 kör alakú ablakszerű nyílás volt rajta. A mai napig is, hogyha becsukom a szemem, akkor ugyanúgy magam előtt látom. Leírni nagyon nehéz, mert többek között azért is, mert olyan színek is voltak benne, ami még csak hasonlítani se tudom semmihez. A hazugságvizsgálat ötlete nagy részben Sós Tibortól, a Magyar UFO Szövetség elnökétől származik. Ő már több mint 10 éve rendületlen hittel és reménnyel nyomoz az ismeretlen repülő tárgyak után. Teljesen biztos a létezésükben, mint ahogy abban is, hogy az itt megjelenő három férfi hiteles szemtanú, és egészen biztos benne, hogy nem hazudnak. Sós urat olyannyira megihlette a három férfi története, hogy amatőr filmet is forgatott velük. Hogyha kiderülne, hogy egyik személy sem mondott igazat, hogy abban nem a kutatást, mert én, akikben legjobban megbíztam, én a 10 éves tapasztalat alapján azt mondtam, hogy ők hitelesek, ők valóban látták az UFO-t, és ha egyik sem igaz, akkor nincs mit kutatnom tovább. A vizsgálaton kizárólag igennel vagy nemmel lehet válaszolni. A szemtanúknak az UFO szövetség állította össze a kérdéseket. A gép körülbelül 95%-os biztonsággal működik, és olyan paramétereket mér, amit az ember nem tud befolyásolni. Például a mellkasi és a hasi légnyomást, vagy a bőr ellenállását, vagyis az izzadságot. Be lehet csapni a gépet? Elvileg igen, de ehhez több éves felkészülés kell, szakember segítségével, tehát ez esetben ez kizárható. Topos József az előbb megismert Szabó István kollégája. Azon a bizonyos éjszakán együtt voltak szolgálatban. József azt mondja, hogy bár a látvány lenyűgözte, mégis félelmetes és megdöbbentő volt ez az élmény a számára. A két rendőr akkor éjszaka úgy döntött, hogy visszaülnek az autóba és megpróbálják követni a hangtalan repülő tárgyat, míg végül a közeli kis erdő felett elvesztették a nyomát.
földi eredetű járműhöz nem tudtuk hasonlítani. Tehát olyan jármű, ami a mi ismereteik szerint, tehát a légtérben közlekednek, tehát ilyen jármű jelen pillanatban nincs. Ha ennek valaki az ellenkezőt be tudja bizonyítani, akkor természetesen meghajlok előtte. Dömény Tibor a harmadik szemtanú, aki találkozott az ismeretlennel. Ő Pitvarosból érkezett ide kizárólag a vizsgálat miatt. Azt mondja, bármi is lesz az eredmény, ő akkor is és most is azt vallja, nem földi eredetű járművel találkozott. Tibor éppen a bátyja családjától tartott hazafelé biciklivel, egy csendes, elhagyatott kis úton. Egyszer csak oldalról egy különös, kúp alakú fény úszott át rajta. A fény forrása pedig szerinte egy ismeretlen, tányérformájú tárgyból érkezett. Az előző két rendőr vallomása és a Tibor által leírtak között két fontos és lényeges különbség van. Az egyik, hogy a Tibor által látott objektum már nem lebegett, hanem leereszkedett a földre. A másik különbség pedig az, hogy ez a tárgy egy erős, zúgó hangot bocsájtott ki magából. Próbáltam jobban tekerni a biciklit, nem bírtam, egyre nehezebb lett a kerékpárt tekerni, már odáig fajult a dolog, hogy álltam a pedálokon és úgy próbáltam hajtani, de egyszerűen nem bírtam. Tibor végül elért egy közeli ösvényhez, és ott hirtelen megszűnt a hang. A történtek olyan hatással voltak a fiúra, hogy legközelebb egy évvel később mert csak beszélni róla az édesanyjának. A poligráfiás vizsgálat mindegyik esetben egyértelmű eredményt hozott. Vagyis a szemtanúk nem hazudtak. Reakciójuk minden esetben mérsékelt volt, ami azt jelenti, hogy a feltett kérdésekre őszintén válaszoltak. Lehet, hogy ez az eredmény talán mérföldkőnek számít majd az UFO kutatásban, és ezek a vallomások segítenek jobban megismerni a beazonosítatlan égi tárgyakat.